Jelöntés az nagy parádérul. Hogy én sok padot láttunk nagy emeletes rakásokban mindenfelé, a kérdeztük, mi lesz? Azt mondi a zsidó, hogy díszmenetel? A mi a, mondok. Hát a szandi. Találkoznak sokan az ünneplő ruhájukba, aztán hódolni mennek. Na, no, jól van, tovább megyünk. Sógor, mondok, akaré éjkent hódolni. Azondi, akar a fene. A ma még nem akar kent hódolni. Nem, nem tudom. Az csak nem akarok. Nem kívánja a természetöm. Na, mondok, én is így vagyok vele. Ava tovább megyünk. Mondok aztán, kérdezzünk mást, mert jobb kétszer kérdezni, amint hogy a píznek is két oldala vagyunk. Hát, möge, mögállapodtunk egy úr előtt, aki a kávékocsma előtt újságot olvasott. Tisztőt úr, mondok, egy kis okosítást kérünk. Azondi? Szívesen. Hát mondok, okosítanom ők bennünket abba, hogy mi lesz az a bdíszmenetel. Hát a szandi. Nem ögyei az, hanem hogy a szent koronát által az királyi rezidenciából az ország új házába. Hogy mindenki megláthassa, hogy nem veszett el. Aztán möge visszavűszik a király ládájába. Hát, aki küldöttség, az kíséri. Mondok a sógornak, na, mink is küldöttség vagyunk. Hát, ott köllönnünk. A kácsa választott aztán két lovat a város végén kölcsönbe. Aztán röggel főhúztuk az inneplős gatyánkat, meg kikenekedtünk szalannába. A kácsa úgy kifényesítette a csimámat, hogy olyan volt, mint az tükör. Hát, ahogy oda rúgtatunk az vérbezőre, Teli volt már a sok éjkös öltözetű magyarra. De néhányik nem tudta, hogy tél vagy, ne vagy nyár. Azt a téli ruhájába gyütte. Gondolom, ott volt köztük a király is. De a sok méltóság közt úgy elkeveredött, hogy meg nem ösmerhettük melyik. A szondi aztán egy úr, mit akarunk? Hát mondom azt, amit a többi magyar, Megnézzük, hogy nem esett -e hiba az nemzet ládájába. Na, az Andi. Ki küldte kentöket? Ha mondok lepeint kössége. Hát, az Na, csak innen. Én mondok, tá még nem vagyunk nemzet. De, mivel, hogy nem tudtuk, kivel beszélünk, hát nem felesültünk tovább, hanem ott hagytuk az nagy parádét. De azért láttuk a Szent Koronát. No, szép arany. Hanem akkor tám még szöblött lett volna, ha a király hozta volna a fején. Azt, azt is láttuk, hogyan ülik mög az lovat a az zezöresztő magyarok úgy hagyta, ide-oda némelyiket, mint a pityókázsákot. Aztán, hogy délbe befordultunk az kiállításba, hát minden kocsma tele volt. Mondok, az nagy bosszúságra ögyünk egy kis jó ebédet. Hát, látunk egy söprőfejű urat fehér fazékkal abba. Aztán az mondja kácsa, hogy az egész cigán nemzetben nincs ilyen fekete. Tisztőt, szeresőny úr, mondok, a mőre van itt egy jó kocsma. Hát, az mondja, az és az, csak hogy francia. Na, no, mondok, francia, ú, még úgy se Hát, gyerünk be. Öttünk három levest, mög három kis darab borjú pecsenyét meg egy üvegbort. Na, mondok, fizetök. Hát, az ondi az kernyel. Tizenöt forint, húsz krajca. A mondok a fenét. Az ondi egy krajca, sem kevesebb. No, mondok, hát, várjunk egy kicsit. Na, ava odébb sétál. Hát, mondok, sógor, ezt mög nem fizetem, mivel, hogy ezért a pénzén állunk két egész bornyút lehet kapni. Hanem én elmegyök előre a község javára. Kendőt meg a kácsát majd úgyis kidobják utánom szintén az község javára. Amit, hogy úgy is lett.